Barnai Miklós vagyok. Az előadásban ugye a polgárosodást egy dimenzió mentén a tulajdonhoz való viszony mentén vette végig az elmúlt 150 évben az előadó. De én annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy ugye a nyugati civilizációnak nem csak a magántulajdon volt az egyik meghatározó jegye, hanem ez egy értőközösséget is jelentett. Tehát ugye Moszkva 45-ben a vasfüggöny létrehozásával nem csak a magántulajdon számolta föl, hanem az értékközösség felszámolására is törekedett. Tehát 90-ben ugye a visszatérés az eredeti rendszerhez, ugye nem reprivatizáció, hanem restitúció kellett volna végrehajtani, hiszen az restitúció jogintézményét még a rómaiak találták ki, tehát ha az adott terület, ami kikerült a római birodalom hatásköréből, majd visszakerült, ott egyszerűen visszaállították az eredeti akár tulajdonviszonyokat is. Tehát én azt gondolom, hogy egy dimenzió mentén a polgárosodás kérdését máig visszahozni esetleg némi félrehalláshoz is vezetett. Köszönöm. Vagy hogy csináljuk, hogy válaszoljak? Hogy... Na nem úgy értem, hogy ha mert... Lenne mit hozzáfűzni. Gereben Zoltán vagyok. Én szintén az első előadáshoz lenne két megjegyzésem. Az egyik, hogyha a kádári polgárosodást már a polgári etosz szemszögéből vizsgáljuk, akkor azt hiszem nem hagyhatjuk figyelmen kívül ennek az egész kádári polgárosodásnak egy roppant nagy társadalmi destruktív hatását. Ha visszagondolunk, ugye ebbe a 70-es évek elejé új gazdasági mechanizmusos időbe, ugye amikor kezdett kivirágozni ez a úgynevezett kádári polgárosodásunk, ugye az a körülmény volt jellemző, hogy bajba voltak végső soron jogilag, szabályozás tekintetében semmi sem volt meghatározva és körülírva, de volt egy szembecsukás, hogy mindent meg lehetett csinálni, csak ne szégyeltél légyen lopni, csalni, hazudni. Ez volt végeredményben ennek az időszaknak, mondjuk meg őszintén, egy nagyon jellegzetes vonása, és itt örömmel fedeztem föl, most már több évvel ezelőtt volt kedves elnökünknek, Bot Péter Ákosnak is egy cikkét a Magyar Nemzetbe, aki ezt ugyanúgy felhozta és elemezte. És ebbe a millióbe szocializálódott és szedte meg magát egy olyan réteg, amelyik ebbe a millióbe tudott létezni, és nem röstellett létezni. Tehát ebbe ez is hozzátartozik szerintem. És hogy ezt a társadalmi lezüllést hogyan tudjuk most visszafordítani, ennek a hatásait hogyan tudjuk kiküszöbölni, én azt hiszem, ez egy roppant nagy társadalmi és össznépi feladat. A másik megjegyzésem a nyugdíj kérdéssel kapcsolatban, ugye itt volt egy megjegyzése kedves előadónak. Én nem vagyok gazdasági szakember, tehát nem értek az egészhez. De pontosan ezért tehetek egy olyan megjegyzést, hogy én feltételezem, hogy ennek a céljai azért nem rosszak voltak a kormányzat részéről, de biztos, hogy csapnivalóan pocsék volt a kommunikációja, és most is az. Ezt bátran megmerem jegyezni, mert magammal együtt szántalanul vagyunk úgy, akik egyszerűen nem értjük ennek az egész folyamatnak a mechanizmusát és a szándékait. Örülnék, ha ezt valaki itt hozzáértő ember kiegészíteni. Meg kell mondjam, hogy a helytelenségéről se győzött meg az a pár megjegyzés, amit kedves előadónk tett.
nem hozzászólni szeretnék, csak egy figyelem felhívást, hogy az előbb fölállt Papp Géza garátunk, társaságunk tagja, a Baross család egyenesági leszármazottja. Az első kedves társaság tag ugye azt mondta, hogy itt volt egy értékközösség, amit szétzúztak. Persze minden társadalomnak többé-kevésbé van egy tételezett értékközössége, nem mindig jó vagy rossz, lehet jó is, rossz is, de hogy itt egyfajta restitúciót lehetett volna végrehajtani, nem történt meg, de szörnyű lett volna. Hát gondolj el, hát Magyarország 1945-ben egy igazságos ország volt? Hát elképesztő mértékű szegény parasság volt az országban. A Horthy is azt írta az emlékirataiban, hogy az egyetlen, amit megbánt, írta, hogy a földosztásban nem ment bele. Tehát ő konzekvensen elzárkózott a földosztástól. Tehát az, hogy 45 után tételezzük fel egy sublimált állapotot, hogy nincsenek oroszok, semmi nincs, visszaállítani azt, hogy elképzelhetetlen. És nem lett volna jó. Nem lett volna jó. És nem is akarta senki. Én nem tudok olyan sem politikai erőt, ugye sem számottevő erőt Magyarországon, aki 45-ben vissza akarta volna állítani azt, ami volt. A kisgazdák lettek a legnagyobb politikai erő, az elsők között vettek irányt egyébként egy olyan fajta földosztásra, egy olyan fajta korrekciójára a Horthy rendszernek, társadalomtörténeti korrekciójára, ami egyébként nagyon szükséges volt. Ez egyik. Úgyhogy ha nem érti félre, használhatatlan a restitúció ötlete. A másik ez a kádári destruktivitás. Igaza van. Igaza van. Csak szerényen megkérdezem, hogy ugye maga azt említette, mert ez egy sajátos, ugye ezt mondtam, egy fogyasztói polgárosodás volt, és egy olyan fajta, miután a rendszer nem engedte a termelő magántulajdon, tehát visszafogta, sőt a magántulajdont is visszafogta, ezért sunyi módon zajlott, de zajlott. Én ma kérdezem magától, hogyha egy picit kettőt hátralép, ma az, hogy lopni, csalni, hazudni, az egy strukturálisan kizárt kategória? Tehát itt vagyunk a szabadságban, a szabad tulajdonban, ez kizárt? Mert szerintem nem kizárt. Szóval itt az a probléma, hogy a szocializmus, a kádárrendszer a maga normáihoz képest egyébként racionális érdekfelismerésből megengedett egy polgárosodási utat a társadalom jelentős része számára. Tudnék, ez stabilizálta őt. Rohasztotta is a rendszert, de stabilizálta is. Mert egyszer nyugalom volt az országban. Miközben nem volt politikai szabadság. Azt csak úgy megjegyzem, hogy a mi gondolkodásunkban, én is sokszor beleessem ebbe a hibába, összekeveredik két dolog. A Kádár rendszer, mint politikai rendszer, és a Kádár világ, mint egy társadalomtörténeti pálya, és mint egy úgymond korszak. És ez kettő. Tehát politikailag elképesztő rosszat lehet mondani a rendszer, rosszakat lehet mondani egyszerről. Társadalomtörténetileg sokkal finomabban kell ezzel bánni, egyszerűen azért, mert ez a magyar nép élete volt. Tehát sok millió ember munkája, élete, napi sikerélménye alakította ezt a társadalomtörténeti milliót. Tehát én nem vagyok annak a híve, hogy tudja, hogy én a rendszerváltás után azt hallottam, hogy a kommunizmusban minden rossz volt. Jó, most már azt hallom, hogy az elmúlt 20 évben volt minden rossz. Én 60 éves leszek idén. Körülnézek, azt mondom, te jó ég, az én életem teljesen stigmatizálva van. Hát ha én 52-ben születtem, 52-től 90-ig minden rossz volt, az időt stigmatizáljuk. Jó. De aztán 90-től 2010-ig is minden rossz volt. Hát akkor mit csináltam én? Hát akkor mi van velem? És ez nem így van. Tehát ez politika. És én nem politizálni akarok itt, hanem azt mondani, hogy egy társadalomnak van egy élete, amit meghatározott politikai feltételrendszerek között él, de az emberek, és ezért a polgárosodásnak nincs alternatívája, még a legrosszabb
körülmények között is, kiküzdik maguknak. Ilyen-olyan módon, amik az igényeik, amikre szükségük van, amit vágyuknak éreznek, amit célnak tűznek ki. Tehát én azt hiszem, hogy a Kádár rendszert, mint politikai rendszert abszolút minden kritika jogos, a korszakkal szemben pedig egy kicsit finomabb ecsetkezelés kívántatik meg, mert a magyar társadalmat nem lehet leváltani. Hát ez volt a magyar társadalom, ezek voltunk mi, maga is, ha bár maga fiatalabbnak néz ki, mint én, de azért azt gondolom, hogy... Tessék? 20 éve. Na nem, ezt nálunk forráskritikának mondják, hát nem lehet. Szóval ez fontos. A másik, hogy a mai problémáinkatnak egy nagyon pici részét lehet a Kádár rendszerre ráverni. Szóval azért 22 év telt el a rendszerváltás óta. A 20. századi történelemben a Horthy korszak, így hívjuk, Horthy korszak mondjuk 1900, mondjuk a 20-tól, hát mondjuk számoljuk 44-ig. Jó, mondjuk, mert hivatalosan, hát valójában már 41-ben volt probléma, mert a háború az azért fölülírja a dolgokat. Hát gyakorlatilag ez most, amit mi a rendszerváltás óta megéltünk, ez a Horthy korszakkal nagyjából egyenlő idő. És azért senki nem gondolja a Horthy korszakban, senki nem gondolta mondjuk a 30-as évek végén, hogy Ferenc Józsefre bármilyen probléma rákenhető lenne. Mert ugye az volt az előző. Tehát én azt hiszem, hogy ezek már a mi világunkból adódó problémák, de a társadalomtörténeti utakban persze van folytonosság. Tehát ma is van magyar kispolgárság, ma is van egy életvilága a magyar kispolgárságnak, és nagyon-nagyon érdekes az, hogy a mai magyar politika fókuszba állítja a magyar középosztályt, helyesen egyébként szerintem, de egy büdös szót nem beszél a társadalom nagy tömegeit képviselő magyar kispolgárságról. Tehát azokról az emberekről, akik nem középosztályiak, de eljárnak dolgozni, tehát reggeltől estig munkában vannak, fizetik a számláikat, és 20-ára, 25-ére elfogy a pénzük. Ez nem középosztály, ez a magyar kispolgárság. Ez a magyar társadalom gerince. Ezek azok az emberek, akiknek fontosabb a kábel tévé, mint az, hogy elmenjenek egy étterembe. Ezek azok az emberek, akik körülbelül Magyarországon több mint 10 millió mobiltelefon van. Ezek az emberek körülbelül 5 millió mobiltelefont üzemeltetnek, mert a kommunikáció fontosabb nekik, mint az, hogy elmenjenek színházba, vagy mit tudom én, valami ilyen dolgra költsék el a pénzt. Ezek azok az emberek, akik nem mennek el nyaralni, legfeljebb a nagymamához. De itt vannak köztünk, és ők a magyar társam. Szerintem azért erről is gondolkodni kéne, és nem csak a középosztáról, ami mondom még egyszer, nagyon fontos. A nyugdíj azt semmire nem hoztam fel példaként, tehát nem mondtam, hogy jó, vagy rossz, vagy ide. Csak azt mondtam, hogy nagyon meg kell gondolni egy államnak, különösen egy ilyen magyar 20. század után, hogy hozzányúl-e bármilyen magántulajdonhoz. Ennyit mondtam. És ezt egy nagyon rossz példának tartom, hogy egyszerre csak úgy hozzányúltak, és igaza van, biztos megvolt az oka, és jó célra kellett, én nem értek hozzá, van, aki jobban, hogy költségvetési hiány, nem lehetett a hiányt fokozni, és a többi. Én ezt értem, de tudja, egy nagyon drasztikus példával szólva, az, hogy éhes vagyok, még nem jogosít fel arra, hogy lopjak. Én így gondolom. Tehát én amikor valaki kiáll a tévékamerára, és azt mondja, hogy ő azért lopta az élelmiszert, mert éhes volt, akkor azt mondom, hogy nem lopunk. Ilyen egyszerű. Tehát az állam se lophat, törvényesen sem lophat. Mert a 20. század arról szólt, hogy a magyar állam többször meglopta a maga polgárait. Többször meglopta. Hol a zsidókat lopta meg, utána meglopta a svábokat, mert kitelepítette őket, nem? Utána meglopta a kulákokat, folyamatosan lopott a magyar állam. És ez az, ami bomlaszt minden polgárosodást. Mert ha az állam hozzányúlhat tulajdonhoz, akkor abban az országban nincs tulajdonbiztonság. És én erre hoztam föl példaként ezt a Judit pénzt. Tudja, ez olyan, hogy van oka a dolognak, hogy olvastam a Jászai Mari naplóját, és a
Jászai Mari leírja, hogy az egyik kolléga nője az mindenki, összefeküdt mindenkivel. És a többiek megszólták ott a színház, hogy összefekszik mindenkivel. És a Jászai Mari azt írta bele a napjába, éhes volt, oszt evett. Mi a baj? Tehát mindennek van oka. András, csak a nyugdíjrendszerhez. Végeredményben, ha a folyamatában nézzük, volt itt egy generáció, én a műszaki értelmiségről beszélek, mondjuk jó magamról, akinek azért nem adtak fizetést, mert azt mondták, az állami vagyonba, nyugdíjba, egyébben úgyis megkapjátok. Utána mi fölneveltük a gyerekeket, mert egy olyan rendszerben, hogyha több gyereket, nekem 4 lányom van egyébként, nevelsz föl, akkor azok majd nyugodtan a te nyugdíjadat fogják fizetni. Mi történt? Egyszerűen azt mondták, hogy kényszerrel, mert kötelező volt magán nyugdíjpénztárba menni az én általam fölnevelt gyerekeknek. Hát ez nem az én meglopásom volt először? De még egyszer. Én egyetértek azzal is, hogy egy ilyen rendszert nem jól csináltak, mert tehát mindenről meggyőzhető vagyok. Én csak azt mondom, még egyszer, ha egyszer van egy tulajdon egy országban, általában meg kell, hogy mondjam, ezek a tulajdonosi struktúrák azért nem mindig szűzies körülmények között jöttek létre. Gondoljunk az Egyesült Államok történetére. Azért, ha az indiánokat kérdeznénk meg arról, hogy hogy történt ott az eredeti tőkefelhalmozás, más véleményük lenne, mint mondjuk az amerikai fehér protestáns középosztálynak. Tehát persze, így van, de én csak azt mondom, ha egyszer valami van, és itt jön be ez a polgári elem, akkor azt meg kell védeni. A világon szinte minden igazságtalanságból jött létre. Ha ezt állítja, mélyen egyetértek vele. De én nem tudok mit kezdeni. Ugye egy megváltót ismerünk a történelmünkbe, tehát ritka jelenség. Nem tudjuk megváltani ennyiben a világot és önmagunkat. És azt tudomásul kell vennünk, hogy ha van igazságtalanság, ha nincs, a stabilitást a világban az adja, hogy ami van, ahhoz, azt nem romboljuk le. Ez is egy polgári attitűd. Nem rombolunk. Nem rombolunk, nem rendezzünk át mindent, nem csinálunk forradalmakat, hanem felhalmozunk. És elfogadom, hogy rossz volt, rosszul csinált, mindent elfogadok. De ha létrejött, akkor, akkor tisztelnünk kell, hogy van. A rendszerváltás ebből az értelemből véve egy rombolás volt, mert kialakult egy olyan mezőgazdasági struktúra, ami életképes volt, működőképes volt, és ha összehasonlítjuk a 20 évvel ezelőtti magyar mezőgazdaságot, akkor azt kell, hogy mondjuk, annak a termék mennyisége, annak a jövedelmezősége, az sokkal jobb volt, mint amit 20 év után elért. Igen, ezt mondtam, hogy itt a privatizációval rengeteg probléma volt. Tehát ez a mezőgazdasági privatizáció, amiről maga beszél. Tehát rengeteg probléma volt, de az igazsága az, hogy én nem akarom megítélni és elítélni ezeket az embereket, akik ezt csinálták, mert életükben, nem csak ők, az ő életükben volt ez először, világtörténelmileg volt először, hogy egy nagy közösségi tulajdont és erre épülő piacgazdasággal valamit kezdeni kellett. És persze, hogy nem voltak tökéletesek, nagyon sok hibát nyilván elkövettek, és nem akarok helyettük utólag okoskodni, én csak azt mondom, hogy ezt meg kellett csinálni, ennek ha elrontották, ára van, mi fizetjük meg az árát, de mi csináltuk. Tehát a saját életünkkel csináltuk ezt, ezt kell majd korrigálnunk. De azért remélem, hogy most már okosabbak vagyunk 20 év után, nem? Hát, és én úgy vettem észre, hogy ennek a politikai vetülete, mindenkit tisztelek, akinek ez a véleménye, vagy ilyen politikai múltja volt. Mondjuk Magyarországon ezt a kisgazdapárt képviselte, ezt a kisparcellás. Ez a párt, mint politikai alakulat, felszívódott. Azért valószínűleg, mert a magyar társam úgy ítélte meg, hogy ez az út számára nem jó. És valami mást akar csinálni. Most fölbérletekkel gondolkodni. Nem tudjuk, itt is van biztos vita, hogy ki kapja? Miért kapja? Hát ez mindig van vita. De majd meglátjuk, hogy ebből mi jön ki, hogy az állam tartós bérletekbe ad földet. Tehát ezek, tudom, hogy látszol, tehát,
nehezemre esik használni a szót, hogy kísérletek ezek, de valójában nem azért kísérletezünk, mert ezbe együtt vagyunk ebbe a történetben, ahol nekem nincs földem, meg lehet, hogy maguknak sincsen. Ebben az egész folyamatban, amit rendszerváltás utáni magyar történelmnek hívunk, mert ez a mi művünk, ezt nem az oroszok csinálják, nem a törökök, nem a Habsburgok, de magunkkal kísérletezünk, mert nincs más lehetőségünk. És így van, sok mindent elrontunk. Kérem szépen, még a Papanékulat hallgassuk meg, és aztán... Nagyon nehéz hozzászólni olyan előadásokhoz, amelyeket teljesen más szakmák kitűnőségei hát tartottak, és elnézést a bátorságért, hogy egy gyarló közgazdás mi voltomban egyáltalán kinyitom a számat. Két megjegyzést szeretnék mindössze tenni, nagyon gyors leszek. Egyrészt nem nagyon tetszik ez a tulajdonra vonatkozó állítás. Először is elhangzott, hogy az angol urak se vették figyelembe az indián tulajdont, de nem vették figyelembe az indiait se, a kínait se, és így tovább. A speciálisan én láttam Új-Zélandban a maori angol szerződésnek a fordítása itt, ahol a angol fordítás az nem, vagy ahogy mondjam, a maori és az angol szöveg abszolút nem egyezett meg egymással. És hát természetesen ugye a maorik most éppen megadtak bizonyos összegeket ennek a nyilvánvaló hamisításnak a következményeként, de speciálisan a szerződést az angol királynő írta alá. A Julius Caesar idejében az ellenségeket ugye el lehet olvasni Germánia című remek művében, hogyha valaki Germániában ellene beszélt, akkor egyszerűen a férfiakat kiirtották, a nőket és a gyereket eladták rabszolgának. A később finomodott a helyzet, a Habsburgok speciálisan, amikor nem tetszett nekik valamilyen felkelés, akkor vagy lefejezték az ipsét, vagy nem, de vagy ott mindig elkóbozták. Hát ma is ez van. A nyugdíjnál először is volt pénz, máshol meg nem volt, ezért praktikus okokból is ezt kellett választani, de ezen kívül olyan kezekben volt, ami nem tetszett. Elvették, ez a történelem, ugyanolyan, mint még nem fejezték le őket, úgyhogy ez a dolog nagyjából rendben is van. Nem szimpatizálok a lefejezésekkel. De körülbelül ez történik. És teszek egy megjegyzést a vasúthoz. Ugye összességében ez egy nagyon kitűnő előadás volt, és csak a vasút utolsó szavai az, amelyek egy bizonyos fokig hát zavarnak, két okból is. Egyrészt ültem a gyors európai vonatokon, ahol hát egy óra alatt mondjuk 200-300 kilométert lehetett megtenni, és azon nagyon sokan utaztak, mert semmi más módon nem lehetett hasonló áron ugyanoda eljutni. És úgy gondolom, hogy ezek a távolsági, nagy távolságú vasutak tulajdonképpen ez a vasút jövője Európában, ahol a repülőgépek számára a levegő már túl tele van, a vasútnak azonban még nagyon sok lehetősége lenne. És a másik, amit még mondani akarok erről, az a belga vasút, amelyik hát azért sűrűbb, mint a magyar. A belga vasútközpont, ugye a városban van, ezzel egyetértünk, és vagy valószínűleg tartom, a baros azt csinálna, hogy beépíteni a városban a vasútnak valamilyen részét. A vasút az a városnak egy központja, ahol óriási szolgáltatások vannak. És hát a vasút megél a kis sok kis szolgáltatásból. Nem okvetlenül muszáj valamit felszámolni, hogyha éppen baj van. Bőven van általában lehetőség arra, hogy megkeressük azt, hogy hogyan kell a gazdaságossá tenni. Mindösszen ennyit szerettem volna mondani, és nagyon köszönöm, hogy lehetőségem volt rá. Minden jó beszélgetést szerintem kell hagyni. És mivel borúcskálom, kedvesség is van, én javaslom, hogy kis csoportos foglalkozásra ezeket a gondolatokat folytassuk. Szerintem megérte, hogy együtt voltunk. Ha szabad ezt a szóhasznát csinálni, súrlótunk is ebben a tekintetben, és hát talán fényesedett az elmény is a kiváló előadásokról, és én professzor úrhoz kapcsolódnék, hogy beszélgetni csendesen, rendkívül sokat tart. És ezt nagyon szépen köszönjük. Neked is.